Sziasztok! Ebben a videóban a legfontosabb szokásról szeretnék beszélni. Hogy ez a legfontosabb szokása, az majd a videó végére kiderül, de tényleg hiszem, hogy baromi fontos szokásról lesz szó. A napokban hallottam egy jó kis sztorit, amit szeretnék megosztani veletek. Egy kis indián történet, ahol a nagypapa mesél az unokájának. Két farkasról szól, amit elmond a nagypapa, hogy ez a két farkas, jaj, milyen kicsi kellett. Ne legyen már ilyen kicsi, mert ő lesz a jó farkas. Tehát, az egyik a rossz farkas, másik pedig a jó farkas. Ők bizony bennünk élnek. Rossz farkas képviseli a negatív érzéseket, köztük dű, harag, félelem, kapzsiság, irítség, önsajnálat, panaszkodás, stb. A jó farkas pedig, ő a pozitív énünk, és ő képviseli az örömöt, békét, boldogságot, és itt se szeretném felsorolni az összes jó érzést, de érted a lényegét. Ez a két farkas, ez bennünk van, és ők egymással küzdenek. Ezt elmondja az unokájának, hogy ők egymással harcolnak. Az unoka pedig nagyon okos kérdést tesz fel, hogy de mégis nagypapa, akkor ki fog győzni? És a nagypapa adja a bölcs választ, miszerint az fog győzni, az a farkas, amelyiket te eteted. Szóval, hogyha a rossz farkast tápláljuk, akkor valószínűleg ezeket az érzéseket fogjuk kapni. Míg hogyha a jó farkast, akkor kaphatjuk ezeket az érzéseket. Oké, tudom, hogy nagyon egyszerű kis sztorinak tűnik, viszont itt jön a probléma, hogy az emberek nagy része a napjainak 80%-át rossz és negatív gondolatokkal tölti el. Tehát mit csinálsz? Táplálod a rossz farkast. Úgyhogy kérdés, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Az előző videómban, az iskolarendszeres videómban elég sok visszajelzést kaptam, köszönöm szépen. Általában pozitívak. Volt olyan is, hogy ez nem volt jó példa, de szerintem jó példa volt, mert ez, hogy az ember nem elégedett önmagával is táplálja a rossz farkast, hogyha 4-est kap, ami egy jó jegy, de nem vagyok elég jó. És ez az iskola rendszerben is ott van, de sokkal jobban ott van egyébként a fogyasztói társadalmunkban. Hát szerintem ezt nem kell részletezni, hogy minden azt mutatja, hogy miért nem vagy elég, miért kell megvenned a következő dolgot, miért kell utaznod ahhoz, hogy egész legyél, miért kell egyre több pénzt keresned, stb. Úgy van kicsit felépítve a rendszer, hogy mindig a... Ezt letörlöm ezt a 4-est innen. Hogy mindig a hiányra fókuszáljunk. És nagyon-nagyon könnyű a hiányra fókuszálni, és erről olvastam ezt a statisztikát, hogy az emberek 80%-a arra fókuszál, hogy milyen nincsen. És ez szerintem így van. Tehát magamat is ismerve nagyon könnyen esek ebbe a problémába. Most már szerintem valahol 50-50 környékén vagyok, ami nagyon nagy fejlődés. Erre szeretnék egy meglévő megoldást mondani, ami nekem nagyon sokat segít a mindennapokban. Tehát a megoldás az az, hogy táplálnunk kell a jó farkast. Igen, még a rossznál fogyasztói társadalom és social media. Oh my god! Social media, úgyis csak azt fogod látni, hogy te senki vagy, és mindenki másnak jó, neked hiány van, ne essél bele ebbe a csapdába, mert őrültség. A kérdés, hogyan tudjuk táplálni ezt a jó farkast? Mivel én nagyon hiszek a szokások erejében, ezért valamilyen szinten szokássá kell azt tenned, hogy a pozitív dolgokra figyelj. Én úgy gondolom, hogyha boldogságról beszélünk, és nagyon klisé dolog boldogságról beszélni, de valahol mindenkinek ez a boldogság a célja, úgyhogy annak ellenére, hogy mindenféle ellenérzés van azzal kapcsolatban bennem, hogy nekem erről szabad-e beszélni, vagy kell-e beszélni, mindenki ezt keresi valahol, úgyhogy úgy érzem, hogy igen, kell. Én szeretem az olyan videókat, amikben
nem csak filozofálunk, hanem praktikai tanácsokat is kapunk, és itt fog jönni a praktikai tanács, hogy elmondom neked, hogy szerintem mi az, ez az egyik legjobb szokás, amivel ezt a jó farkas tudod táplálni, a pozitív dolgokat tudod megerősíteni magadban. És ezzel kapcsolatban szeretném ide jó naggyal felírni azt a szót, hogy hála, ugyanis sajnos nagyon kevesen vannak és vagyunk, akik naponta igyekszünk a hálát gyakorolni. Pedig ez a hála, ez egy olyan dolog, hogyha elkezded gyakorolni, az automatikusan egy sokkal nagyobb boldogságot fog adni. Tehát ez, hogy ha majd boldog leszek, amikor majd ezeket én elérem, stb. Stb. Én nem vagyok az ellen, hogy ne akarjál gazdag lenni, ne akarjál nagyszerű kapcsolatot, ne akarjál sokat utazni, ezeket szerintem mind kell, én ezt mindet kifejezetten szeretném, és mindegyiket tenni fogok. De nem mindegy, hogy onnan jön, hogy hiányból táplálkozom, vagy onnan jön, hogy megvan bennem a bőség, hálás vagyok azért, amin van, és teszek azért, hogy még több legyen. Tehát szerintem ez így teljesen máshonnan jön, és a kettő közötti nagy különbség az, hogy 20 évig boldogtalanul megyek végig ezen az egészen, vagy amikor dolgozok a céljaim felé, akkor is megállok napi szinten, és azt mondom, hogy hé, jó helyen vagy, Gábor. Legyél hálás ezért az egészséges testért, ezért a nagyszerű helyére, ahol lakhatsz. Tehát, a szokás. A szokás úgy néz ki, hogy minden reggel igyekszek naplózni, méghozzá három egyszerű dolgot leírni, amiatt hálás lehetek. És a szokás ennyiről szól, hogy felkelek, nulladik lépésként megiszok fél liter vagy annál több vizet, én általában 8 decit, ez legyen egy nulladik lépés, és utána a második dolog, amit megcsinálok, megállok egy picit, és akár ha csak 3-4-5 perc alatt, de egy füzetbe naplózva leírom, hogy mi az a három dolog, ami miatt ma hálás vagyok. Ez szerintem tök jó dolog úgy felépíteni, hogy van közte olyan dolog, ami egy apróság, egyszerűség, tehát érezd, hogy minden nap lehet hálát találni, lehet egyéb arra a napra vonatkozó dolog, és egy harmadik teljesen rád bízom, hogy ugye mit szeretnél ide beírni, de az a lényeg, hogy legyen benne szerintem apróság is, és vedd észre az apróságokat is. Fontos, hogy ezt írd le. Írd le, és ez legyen az a szokás, amit hogyha be kell vezetned, akkor vezessél be, ugyanis ez arra késztet minden egyes reggel, hogy az agyad arra fókuszáljon, hogy mi mindened van. Ez nem fog lustává tenni, nem kell attól félni, hogy jaj, akkor mostantól én feldeszem a lábam és sütkérezek. Nem, egész egyszerűen meglátod azt, hogy mennyi mindened van. Amit valószínű amúgy is tudsz, de nagyon-nagyon-nagyon könnyű elfelejteni, és 80%-ban ezekre a rossz gondolatokra terelni az agyhullámokat. Helyette, ha reggel úgy indítod a napodat, hogy hálát adsz azért, amit van, akkor baromi nagy különbséget jelenthet a mindennapokban. Ez a reggeli rutinomnak egyik fontos része, ez nagyjából 5 percet igényel, tényleg 5 perc, és egy kis dolog a reggeli rutinomból, én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy alakítsák ki egy reggeli rutint, ugyanis szerintem sokszor hallottad már, hogy ahogy indul a napod, olyan lesz a további része is. Nem mondom, hogy 100%-ban egyetértek vele, de egészen erős a korreláció, hogyha jól indul a napod, akkor tényleg jó is lesz a nap. És hogyha egy jó reggeli rutinnal jól indítjuk el a napunkat, iszunk egy kis vizet, hálát gyakorlunk, a többiről majd szeretnék egy külön videóba beszélni, akkor az baromi nagy különbséget jelenthet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai kis sztori. Remélem tetszett a farkasok példája, és remélem tetszik ez az ötlet is, hogy vegyél egy füzetet, és kezd el napi szinten írni, hogy miért vagy hálás. Még egy pici bejelentést szeretnék tenni. Szeretnék elkezdeni reggelente egy Facebook live-ot, ahol így számon kérhető leszek, hogy én vajon csinálom-e ezt minden nap, vagy nem. És ha szeretnéd ezt követni, bátran kövesd. Ezzel egyetemben szeretném magamnak bevezetni a koránkelést, amivel elég sokat küzdök. Ezért minden nap 7:00-kor fogok Facebook Live menni, ahol pozitív gondolkodásmódra rakom magam, leginkább a hála gyakorlásával.
egy aznapra való jó idézettel szeretnék indítani, a hálát elmondani, illetve, hogy ha már úgyis Facebook Live videót csinálok róla, akkor igyekszek közel mindegyik videómban valami kis tippet adni. Nem mondom, hogy ilyen hosszúságú, lehet, hogy tényleg egy-egy apróság lesz, de úgy gondolom, hogy amik akár nekem segítenek, ez lehetnek szokások, lehetnek akár kis mozgással kapcsolatos dolgok, akár pici étkezéssel kapcsolatban, nem tudom még pontosan, hogy mi lesz, vagy hatékonysággal, az biztos, hogy egy jó pár ilyen hatékonyságos tippet szeretnék. Tanulás, hogyan tanuljál gyorsan, stb. Stb. Ezekben a Facebook live-okban ilyet is teszek, szóval én minden nap 7:00-kor ezen a csatornán Facebook live fogok menni, meg fogom osztani a reggeli rutinomat, el fogom mondani, hogy naponként miért vagyok hálás, lesznek benne nagyon jó idézetek, úgyhogy ha van kedved, kövesd ezt a csatornát, igyekezlek motiválni, kérlek írd meg, hogy te miért vagy hálás, ha nem is nekem, de magadnak mindenféleképpen írd le, és hogy mit gondolsz erről az egész kis ötletről? Gyakorolsz a hálát napi szinten? És úgy gondolom, ez a perspektívába tenni a dolgokat, ez baromi fontos. Szeretnék külön egy arról egy videót, csak így előjáróba, hogy mennyire jó helyen vagyunk itt Magyarországon, mennyire jó időben születtünk, és mennyire azt akarják eladni, hogy minden milyen rossz, közben minden milyen jó. Statisztikailag baromi jó időben élünk, baromi jó helyen élünk, úgyhogy sok mindenért van itt hálásnak lenni, nem feltétlenül ezt mondják neked. Ezt külön statisztikákkal szeretném majd alátámasztani. Még Magyarországon is nagyon jó helyen vagy, bármilyen hihetetlen. Kérlek, ha tetszett, oszd meg ismerősöddel, akár azt is nagyon köszönöm, hogyha kiteszed, de hogyha elküldöd neki üzenetbe, ha van egy-két ember, akire közben gondoltál, hogy neki segíthetne ez, hogy a napjait hálával indítsa, és az egész üzenet átmenne neki, akkor küld el neki ezt a kis videót. Úgyhogy várom arra is az ötleteteket, hogy miről szeretnétek videót hallani, van-e kérdésetek az egésszel kapcsolatban, és sziasztok! Peace! Hála! Jó, három dolog, amiért hálás vagyok most. Most, amiért hálás vagyok, az, hogy ezek a technikai kütyük lehetővé teszik azt, hogy kommunikáljak egy csomó emberrel. És nagyon sokan nagyon pozitív visszajelzéseket adtok, amiért elképesztően hálás vagyok. És ezért is csinálom ezt a videót, mert nem tudom, hogy lenne annyi kitartásom, hogy hónapokon, éveken keresztül csak csináljam a tartalmat, nulla visszajelzés nélkül. Nem biztos. Nem vagyok egy Gary Vaynerchuk, aki lenyomott 1000 Vine Library részt, úgyhogy a YouTube még majdnem el se indult. Nagyon durva. Szóval ezzel a technikai kütyűért mindenképp hálás vagyok. Illetve, mint mondtam, gerincműtétem óta az egészséges testemért szinte napi szinten hálás tudok lenni. Tehát annyira értékelem azt, hogy rendben működök, nincsen fájdalmam és fájdalommentes vagyok. Ezt könnyű így elintézni ennyivel, hogy van, ez adott. Egy-egy műtét után átértékeli az ember, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok a gerincműtétemért, ami 5 éve történt velem, ugyanis átértékeltem az egész egészségnek a fontosságát, azóta sokkal jobban foglalkozok vele, sokkal többet teszek érte, és hál' Istennek megvan az eredménye is. Harmadik dolog, az legyen ez a lakás. Hát ezért a lakásért, ezért baromi hálásnak lehet lenni. Tehát ez az erkély, ahol most rögzítem ezt a videót. Nagyon-nagyon jó hely, és elképesztő volt, hálás vagyok, hogy itt lakhatok, amiért nagy és szüleimnek kell, hogy hálás legyek, de ez egyébként tényleg napi szinten, amikor írom a kis naplómat, akkor ez a lakás, ez nagyon gyakran szerepel, mert én nagyon-nagyon szeretek itt lakni. Sziasztok!